Megerősítette Orbán Viktor reggel, hogy a korábban tervezetnél később, a mai tudásunk szerint április 19-én nyitnak az iskolák, illetve az óvodák, előtte beoltják a tanárokat és a többi iskolai dolgozót. Az első csoport oltása. Ide tartoznak azok a pedagógusok, akik már korábban regisztráltak, már a jövő héten elkezdődik. Aki a tanárok közül még nem regisztrált, de szeretné megkapni az oltást a nyitás előtt, ők hétfő éjfélig megtehetik, jelentkezhetnek, önkéntes a jelentkezés. A koronavírus miatt jelenleg zárva tartó óvodákat és iskolákat fertőtleníti a Magyar Honvédség. A tatai Klapka György lövészdandár katonái Esztergom legnagyobb iskoláját tisztították meg. Minden négyzetméter fertőtlenítésen nagyon fontos, hogy az iskola közössége biztonságos körülmények közé térhessen vissza. Arra számítunk, hogy április 19-én visszajöhetnek a gyerekek óvodától érettségig. Folyamatosan újabb és újabb terveket készítettünk, ezért felkészülten tudjuk őket visszafogadni. Reméljük az érettségizőknek ez az utolsó két hét még sokat segít a felkészülésben. Azonban a visszatérés elengedhetetlen feltétele az oltás. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel. Hogyha vissza akarjuk engedni a gyerekeinket az iskolába, ami fontos, akkor be kell oltani a pedagógusokat. Kérek mindenkit, azokat is, akik esetleg fönntartásokkal vannak a pedagógusok iránt, hogy ezt fogadják el. Nem csak a pedagógusokat kell egyébként beoltanunk, hanem az iskolai dolgozókat is. A köznevelésben dolgozók, a pedagógusok és segítőik 55%-a regisztrált eddig. Ez 102 ezer főt jelent, közülük 20 ezret már beoltottak, mert sor került rájuk. Erről a köznevelésért felelős államtitkár beszélt az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a már regisztrált 82 ezer ember beoltását április első napjaiban tervezik. Mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi kórházi oltópontra hívnak. Aki pedig hétfő estig regisztrál, az a húsvét utáni napokban kaphatja meg a védettséget adó injekciót. Szeretném kiemelni, hogy aki egy hónap múlva gondolja meg magát, és akkor él majd csak a regisztráció lehetőségével, azt nem fogjuk tudni soron kívül ebben a kampányszerű akcióban, oltásban részesíteni. Tehát most van itt az idő, hétfőn éjfélig kérjük a regisztrációt. A gyerekeknek hiányzik a közösségi élmény, amit az iskolában, vagy a rengeteg közös játék, amit az óvodában kapnak. Ezt mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, és ő is arra kérte az oktatásban dolgozókat, hogy most regisztráljanak az oltásra. Lehetőség szerint minél több köznevelésben dolgozó, nem csak pedagógus, hanem egyéb más foglalkoztatott is regisztráljon, éljen az oltás lehetőségével, hiszen a diákok és a felnőttek is biztonságos körülmények között csak akkor tudják végezni jelenléti módon a munkájukat, hogyha az átoltottság minél magasabb lesz. A köznevelésben dolgozók SMS-ben kapnak majd értesítést arról, hogy hova és mikorra mehetnek az oltásért.